Az emberi agy fel nem foghatja a lélek dolgait, Isten dolgait. Egyszerűen képtelen, nem alkalmas arra. És amikor az ember emberi aggyal próbálja megérteni, hogy mi az élet értelme, akkor találgat mindenféle földi, fizikai, kézzel fogható dolgot nevez meg az ő életében, és azzal azonosítja az élet értelmét. Annak ellenére, hogy a Biblia, tehát nem titok, nincs eltitkolva, nincs elrejtve, mégis el van rejtve, tehát bárki elolvashatja, de mégis el van rejtve. A Bibliában teljesen nyilvánvalóvá van téve az, hogy mi az élet értelme. Csak a probléma az, hogy az ember fel nem foghatja, a test fel nem foghatja, a test nem láthatja a mennyek országát, csak a lélek. Ezért mondja Jézus, hogy fontos újjászületni. Az, hogy lássuk Isten országát, az nem holnap, holnap után, miután meghalunk, hanem most, hogy lássuk Isten országát. Tehát ő jelen időben mondja, amikor Nikodémusszal beszél, aki az éjszaka lepre alatt kereste meg Jézust, mert tudta, hogy Jézus Istentől jött, a szívében érezte, de nem merte felvállalni a kollégák miatt, a vallásvezetők miatt, a farizeusok miatt, hogy nehogy kirekesszék őt a gyülekezetből. Jézus egymással háromszor mondja el, hogy fontos, szükséges az embernek újjászületni, hogyha nem születünk újjá, ha az ember nem születik újjá, nem szület újjá, nem láthatja Isten országát. Nem azt mondja, hogy nem fogja meglátni, hanem azt mondja, hogy nem láthatja Isten országát. Mi a mi dolgunk itt a Földön? Hát az, látni Isten országát. Látni és láttatni Isten országát. Ez a mi dolgunk, emberek. Már itt a Földön is. A Földön sincsen más értelme az életnek, mint az Isten országának, amint a mennyben, úgy a Földön is. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Jön el a te országod, a mennyből a Földre. És a mi dolgunk az, hogy ezt szemléljük, ezt csodáljuk, ezt lássuk, szülessünk újjá, és ne halljunk meg még egyszer. Ne váljunk lelki halottakká újból. Maradjunk élők, maradjunk gyermekek. Még egyszer ne nőjünk fel, ne váljunk újból felnőttek ki, maradjunk Isten gyermekei, és lássuk Isten országát. Maradjunk benne Isten országának a látásában, mert a Földön is csak ez lehet az élet értelme, amint a mennyben, úgy a Földön is. Nincs más értelme az életnek a Földön sem, mint a mennyben, emberek. Nem az építkezés, nem a pénzcsinálás, nem a karrier, nem a hírnévszerzés, nem a testedzés, nem az evés, nem az ivás. Itt a Földön is Istennek a látása, az ő országának a látása, az élet egyedüli értelme. És hogyha valaki nem látja Istent már itt a Földön, az értelmetlenül éli az életét, és az értelmetlenség miatt el kell pusztulnia. Hogyha az ember benne marad az értelmetlenségben, az értelmetlenség miatt el kell pusztulnia, el kell vesznie, kárba kell vesszen egy lélek. Azért, mert eldobta magától az értelmet, és az életnek az értelme az Isten, és Isten országának a látása, emberek, nincs más értelme a földi életnek sem, mint az Isten országának a látása, szemlélése, szemléltetése. A Biblia úgy fogalmazza ezt, hogy Isten dicsőítése. Csak ezt nem érti az ember. Főképp egy ilyen régies, mert ezt nem igazán használjuk. Tehát néha eléggé elvont régies fogalom ez már, a dicsőítés. A dicséret az ugye az érthető az ember számára. De a dicsőítés az nem annyira. Tudjuk, hogy a királyokat dicsőítették annak idején, meg a diktátorok magukat dicsőítették, Hitler is magát dicsőítette, Ceausescu úgy szintén. De mi Isten dicsőítése, emberek? Mi Isten dicsőítése? Mit jelent dicsőíteni Isten? Isten dicsőíteni, hogyan dicsőíti a gyermek, a 3 éves gyermek az apukáját? Hogyan dicsőíti? Mert azt teszi, a 3 éves, 1-2 éves gyermek, amíg még nem nő fel, nem válik felnőtté, nem válik paráznává, amíg még szűz, amíg még ártatlan, amíg még gyermek, ő dicsőíti az apukáját. Hogyan dicsőíti az apukáját? Hízeleg neki. Énekekben, meg különböző módon hízeleg neki, úgy dicséri az apukáját, nem. Nem, emberek. Egyszerűen szemléli a gyermek az apukáját munka közben. Úgy dicsőíti gyermekkoromban, hogyha apukám valamit csinált, ami nekem tetszett, akkor én néztem, hogy ő mit csinál. Szemléltem őt munka közben. Így dicsőítettem apukámat gyermekkoromban.
És igen, minden gyermek valamilyen mértékben megkapja azt a lehetőséget, hogy dicsőítse az ő, ha nem az apukáját, akkor az anyukáját, teljesen mindegy, a kettő ugyanaz. A gyermek szemében mind a kettő atya, úgymond. Az anyuka is atya, az apuka is atya a gyermek szemében. És hogyha a gyermek láthatja az anyukáját munka közben, akár sütés közben, főzés közben, apukáját favágás közben, vagy fejsze élezés közben, vagy kaszálás közben, vagy amit ő szeret csinálni is, ami az ő ért, akkor a gyermek szemléli az ő apukáját, az ő anyukáját, az ő atyát, az ő földi atyát, ugye? És dicsőíti. Tehát úgy dicsőíti, hogy szemléli, és hát alkalomattán ugye elmondja az óvodában az ő gyermektársainak, hogy mit tett az ő apukája, mit, és aztán ugye persze, aki rossz példát lát, ugye azt mondja az óvodában, az iskolában, elmondja, hogy az apja hogy verte meg az anyukáját, hogyan bántalmazta őt, hogyan beszél Istenről, hogyan káromolja Isten. Sajnos egyes gyermekek ugye ezt a példát látják, és úgy dicsőítik az apukájukat, hogy, hogy elmondják azt, hogy az apukájuktól mit láttak. Tehát ők is dicsőítik az apukájukat. Hogyha az apukájuk rossz és gonosz, Isten káromló, Isten gyűlölő, utálja a feleségét, bántalmazza a feleségét, na, az ilyen apukának is a gyermeket dicsőíti őt, elmondja az óvodában, az iskolában elmondja, hogy az apukánál mit látott. Tehát ugye az elején minden gyermek dicsőíti az apukáját, aztán amikor kap jobb mintát, vagy ugye, hogyha az apuka, valakinek az apukája fennevad, ilyen vadállat természetű, akkor előbb-utóbb a gyermek ugye hát egy darabig dicsőíti az apukáját, aztán rájön arra, hogy vannak vadabbak, mint az apukája. És akkor ugye azt kezdi dicsőíteni, mit tudom, egy keményebb, bonyós pistát, ugye például. Azt fogja dicsőíteni az apja helyett. Ugyanígy vagyunk mi is. Tehát, hogyha a gyermekkorunk hát nem volt tökéletes, de viszont nem is panaszkodunk, a szüleink olyanok voltak, amilyenek voltak, tehát azért kaptunk jót tőlük, és dicsőítettük őket. Az óvodában is, az iskolában is dicsőítettük őket. Igen ám, de utána az történt, hogy, hogy kaptunk jobbat. Én kaptam jobbat például, mint az én földi apám, mint az én földi anyám. Hálás vagyok értük, hogy olyanok voltak a szüleim, amilyenek voltak, nem voltak tökéletesek, mint ahogy mondtam, jobbak is lehettek volna, rosszabbak is lehettek volna. Viszont az Úristen azt mondja, most akkor már felfedem magamat előtted, hogy ismerd meg te a valódi apukádat, a mennyei apukádat. És mivel találtam jobbat, őt dicsőítte. Nem feledkezem meg a régiekről, sem anyámról, sem apámról. Tisztelem őket, és megbántam azt, hogy volt olyan, hogy nem tiszteltem őket. Mert én is nagyra vágyó voltam, láttam más példákat is, megkívántam azt, akkor ugye apukám meg anyukám azt kellett érezze, hogy ők értéktelenek, mert nem tudják azt teljesíteni, mint egy másik anyuka, meg egy másik apuka. Viszont érdekes módon, amikor ugye megismertem a mindenható Istent, nemhogy értéktelenné vált volna az én földi anyukám, meg a földi apukám, hanem hogy értük is hálás voltam. Hálás tudtam lenni őszintén, még úgy is, hogy nem voltak tökéletesek. Én még rosszabb voltam, mint ők, ugye ezt meg is vallottam. Tehát én mindent elén. De azt is elrontottam, amit ők nem rontottak el. De úgy, hogy megismertem az én mennyei apukámat, mennyei édesapámat, tudtam értékelni, és halálval tudtam visszagondolni az én földi szüleimre is. És ezt az ajándékot megkaptam szintén tőle, ugye az új apukámtól, a mennyei apukámtól. És akkor most nem a földi szüleimet dicsőítem, hanem őt dicsőítem. Na de hogyan dicsőítem az én mennyei édesapámat? Hát úgy dicsőítem, mint ahogy régebb dicsőítettem anyámat, meg apámat. Mert dicsőítettem őket. Én is úgy, ahogy más gyermekek is. Elmondtam, eldicsekedtem, hogy mit adott nekem az apukám, mit vásárolt, hova vitte engemet, hol kirándultunk, tehát dicsőítettem őket. Ugyanezt teszem, drága embertársak, csak hogy lássátok, hogy mennyire egyszerű az élet értelme, milyen egyszerűen gyönyörűséges és dicsőséges az élet értelme, hogyha az ember engedi, hogy a mindenható Isten kinyilvánítsa magát számára. Tehát a mi dolgunk az, hogy dicsőítsük Istent. Apukámat nem úgy dicsőítettem, hogy hízelektem neki, hogy jaj, milyen izmos vagy, milyen erős vagy, vagy hogy milyen szép vagy, vagy mit tudom, nem így dicsőítettem, hanem egyszerűen csak néztem, szemléltem, hogy ő hogyan végzi a munkáját, hogyan kaszál, jól tudott kaszálni, ugye, és hogyan érezi meg a kaszát, vagy hogy mennyire segítőkész, segített a szomszédoknak, nem is kellett kérjék, önként ment, jókedvel ment, és
ha valaki dolgozott, szívesen segített neki. Tehát én úgy dicsőítettem apámat, hogy megfigyeltem azt, hogy ő ezt tette. Ez egy jó példa, emberek. Ezt a példát mindenképp, főképp, hogyha a földön kell éljek, lesznek szomszédaim, akkor ezt a példát mindenképpen szeretném valahogy én is gyakorlatba ültetni, ha van, lesz rá lehetőség. Hogy, mert úgy szép az élet. Na, tehát úgy dicsőítettem apámat, anyámat, hogy megfigyeltem, hogy ők hogyan viszonyulnak az embertársaikhoz, hogyan, tehát hogy vendégszeretők meg, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Ugyanezt teszem embertársak, drága embertársak, a mindenható Istennel, az ég és a föld teremtőjével, a mennyei édesapámmal is, hogy megfigyelem, hogy ő mit csinál. Úgy dicsőítem őt, hogy megfigyelem, mit csinál, és utána azt alkalmazom, vagy továbbadom, vagy megmutatom embertársaimnak. És akkor például a mai nap folyamán úgy dicsőítettem Istent, hogy meghallgattam néhány bizonságot, meghallgattam néhány Tibor bizonságot, Tiborok bizonságait meghallgattam, meghallgattam Anna Mária és az édesanyja bizonságát, Kornélia bizonságát, és mit tettem? Hát egyszerűen dicsőítettem Istent. Tehát azáltal, hogy meghallgattam, amit Tibor és másik Tibor, egyik Tibor, a másik Tibor mondott, ugye, és hallottam az én mennyei atyámat szólni általuk, ő bennük megnyilvánulni, azáltal én dicsőítettem őt. Tehát én szemléltem Istent ő bennük. Így dicsőítettem őt, sőt, meg is osztottam, ott, ami ugye elém került, megosztottam, és hogy hallgassa meg más is. Sőt, meg is osztom a másik Tibor bizonságát is, mert nagyon-nagyon tetszett, ahogy szépen beszámolt arról, hogy ő hogyan élte meg Istennek a jelenlétét a kedves utitársával, amikor találkoztak, és megtörténik a kenyeret, mindenki megosztotta az ő kenyerét az ő utitársával. Gyönyörűséges. És ahogy felolvasta azt, hogy a megüresedést, annyira nagyon fontos volt. Örömmel hallgattam, hogy örömmel vettem azt, hogy a mindenható Isten, az én mennyei atyám engemet emlékezett Tibor által arra, hogy az én dolgom az, hogy megüresedjek. Megüresedjek. Ez az én dolgom. Itt a Földön. Hogy üres legyek is, engedjem, hogy ő töltsön meg. Mert úgy igazából én azáltal is dicsőítem Istent, hogyha engedem, hogy ő megtölt engemet az ő jelenlétével, és más is láthatja bennem az ő jelenlétét. Ez a mi dolgunk, emberek. Tehát, hogy szemléljük a mindenható Istennek a jelenlétét. Hol, miben, kiben? Hát az ő gyermekeiben. Hát a földi apukák meg a földi anyukáknak a tulajdonságait, jellemvonásait, miben szemléli a világ? Hát az ő gyermekeikben, nem? Ugyanezt történik a mindenható Istennel is. Tehát bennük láthatja meg a világ Istent. És aki Istennek a gyermekeiben nem látja meg Istent, az nincs, hogy meglássa. Az meditálhat egy helyben, lotusz pozícióban, akármilyen meditációs technikával, légzésgyakorlattal, nem fogja meghallani Istent. Lesznek ilyen különböző képzelgései az ő agyában, de Isten nem fogja meglátni. Mert azt mondja Isten, hogy ha nem szeretjük az embertársainkat, az ő gyermekeit, akiket látunk, és bennük nem akarjuk észrevenni az ő jelenlétét, akkor nincs, ahogy őt megismerjük. Hogyha nem szeretjük és nem látjuk őt, az ő jóságát, akár még ugye Isten még azt is megengedi, és sőt felhívja a figyelmünket, hogy fontos az ő munkáját észrevennünk azokban az emberekben is, akik még nem ismerték őt meg, és nem döntöttek ő mellette. Mert ha tetszik, hanem az van, hogy a mindenható Isten azokban is munkálkodik, akik még nem ismerték úgy meg őt, mint ahogy te, akik még nem döntöttek mellette, de már Isten bennük munkálkodik. Hogyha valaki nem beszél folyton Istenről, de viszont Isten dolgozik ő benne, és munkálkodik ő általa, hogyha én nem veszem észre, hogy az én mindenható teremtő Istenem, az én mennyei atyám munkálkodik ő benne, akkor én hogy beszélek Istenről? A minap is például voltam olyan embereknél, akik így nem ismerik így a Bibliát, nem döntöttek Isten mellett, viszont meg kellett lássam, hogy a mindenható Isten munkálkodik ő bennük. Elém hozta őket, megmutatta őket, és azt mondta, hogy figyelj meg, hogy én bennük hogyan dolgozom, milyen munkát végzek ő bennük. És hogyha ezt én nem veszem észre, hát akkor én miféle Istenről beszélek? Ezt szeretni dicsőíteni Istent, emberek. Dicsőíteni Istent, ugye a gyermek meglátja Istennek a dicsőségét az ő embertársában.
Én nem mondom azt, hogy az én kedves utitársam, testvérem, atyámfia, ő Isten, hanem Istennek a gyermeke, akiben Isten dolgozik. Viszont ahhoz, hogy ez megtörténjen, mire van szükség? Pont arra, amit Tibor felolvasott ma, hogy megüresedjünk, hogy legyen megüresedés, hogy kívánjunk megüresedni Isten előtt. És ugye ezt kétféleképpen is lehet értelmezni. Lehet úgy érteni, hogy megüresedni, hogy én semmit nem tartok meg magamnak. Amit kapok tőle, semmit nem tartok meg magamnak. És megüresedek úgy, hogy amit tőle kapok, mindent megosztok embertársaimmal. Semmit nem tárolok, amit tőle kapok, mindent megosztok. Semmihez nem ragaszkodom, amit tőle kapok, még ahhoz sem ragaszkodom, amit tőle kapok. Nem akarom tárolni, emberek. Folyton megüresítem magamat, annál is inkább, hogy minden szituációban más dolgokra van szükség, más kijelentésekre. Én sablont nem húzhatok rá az emberekre. Persze lehet ilyet is csinálni, csak nem tanácsos. Mert Jézus nyelveken szólt. Ő nem mindenkivel ugyanazt a módszert alkalmazta, nem mindenkivel egy formán beszélt, ő nyelveken szólt. Mindig új nyelven szólt, a Kovács mesternek, Kovács mester nyelvén szólt, a földművesnek, földműves nyelvén szólt, és a pénzváltóknak, a pénzváltó nyelvén szólt. Ilyen volt Jézus. Tehát ezt hogy tudta ő megcsinálni? Úgyhogy megüresedett emberek. És a mi dolgunk az, hogy megüresedjünk, hogy kívánjuk megüresedni. És én erről nagyon kemény kijelentést kaptam annak idején, amikor ezen az után elindultam. Az a címe, hogy utolsó válasz, ha Isten és ember között. Elég kemény írás. Ajánlom mindenkinek, viszont tényleg lélek által olvasni és megérteni, mert azt ember nem tudja megcsinálni. Most olyan dologról beszélek megint, ugye, amit az ember nem tud megcsinálni. Noha le van írva, hogy fontos az embernek megüresedni, mint ahogy Jézus is tette, de én nem tudok megüresedni. Még a megüresedés is Istennek a munkája. Az én dolgom csupán az, hogy hagyjam. Hogy én avval is dicsőítsem Istent, hogy hagyom, hogy engemet megüresítse. Tehát saját magamban is észre kell vegyem az ő munkáját. A múltkor beszéltem egy kedves utitársammal, és picit olyan durván szólt saját magáról. És tudjuk jó, hogy nem jó, hogy az ember magát dicsőíti, nincs annak semmi értelme. De az, hogy elmarasztalóan beszélek magamról, az is durva, hogy magamat károsztassam. Akkor, amikor a mindenható Istennek a lelke dolgozik benne, és én különböző durva jelzőkkel illetem magamat. Emberek, ez nem jó, eléggé veszélyes. Ezt a hibát én is elkövettem, sajnos. Tehát, hogyha egyszer mindenható Istennek a lelke dolgozik benne, akkor ki vagyok én, hogy károsztassam magamat, vagy akár ugye más is károsztassak. Tehát Isten magamban is tudom dicsőíteni. Mert hogyha én nem egoista módon nyilvánulok meg, ha nem egoista módon beszélek, vagy van olyan, hogy egyszerűen megszűnök, amikor egy írjódást csinálok, vagy pedig egy fejtelt készítek, van olyan, sajnos ritkán történik meg, hogy teljesen megszűnjek, hogy tudjam engedni, hogy teljes mértékben az atyám lelke szóljon általam. De emberek, az felemel ő érzés. Amikor érzem azt, hogy megszűnök, amikor Istennek a lelke, és akkor észre kell vegyem magamban Istennek a munkáját. Tehát magamban is dicsőítem őt, de ugye legfőképp másokban, az én testvéreimben, azt mondja Pál apostol, hogy tartsam többre őket. Tehát egymást magatoknál többre tartsátok. És így tud megtörténni az a jó ízű Isten dicsőítés. Az a jó ízű Isten dicsőítés, amikor meglátom Istennek a munkáját mindenkiben. Főképp azokban, hogy akik már döntöttek és engedték, hogy Isten szembesítse őket a mocsokkal, a trágyával, megtisztítsa őket. És akik engedik, hogy dolgozzon általuk a mindenható Isten. És erről szeretnék beszélni, mert ez volna az egyház szerepe, emberek. Az egyház szerepe, tehát nem a vallás, a vallási felekezetek szerepe, hanem a Krisztus testének a szerepe. A valódi egyház, az újjászületett emberek közössége itt a Földön, akik lélek által léteznek, a Krisztus lelke által léteznek. Az ő szerepük az itt a Földön, hogy Isten dicsőítsék. Tehát megnyilvánítsák, engedjék, hogy atyám, a te akaratod legyen meg, ugye? Ezt fontos nekünk engedni. Azáltal dicsőítem Istent, hogy én ezt komolyan gondolom, hogy legyen meg a te akaratod. És hogyha ezt én komolyan gondoltam, akkor az meg is történik rajtam keresztül az ő akarata, tehát ő megnyilvánul. És úgy dicsőül meg Isten rajtam keresztül, úgy dicsőítem őt, hogy megnyilvánul rajtam keresztül. Ehhez ugye fontos, hogy én megüresedjek, semmihez se ragaszkodjak. Persze ragaszkodom az ő szavához, az ő jelenlétéhez, de viszont elképzelhető, hogy holnap ő másképp fog szólni, mint ahogy ma szólt.
Egy bizonyos személyhez, egy másik személyhez holnap másképp fog szólni, teljesen biztos. Szóval, tehát a mi dolgunk az, hogy megdicsőítsük, dicsőítsük Istent, dicsőítsük Krisztust, úgymond. Engedjük őt, magyarul, engedjük őt megnyilvánulni. Tehát lássuk őt, szemléljük őt, ugye? Mert ez az én örömöm. Az én örömöm az, hogy benned láthatom Istennek a munkáját. Ez egy hatalmas öröm számomra. És a másik az, hogy engedem, hogy rajtam keresztül dolgozzon. Tehát, hogy megnyilvánuljon. És olyan gyönyörűséges volt, hogy meghallgattam ma néhány bizonságot, és a Krisztusnak a lelke, a megváltóm lelke mutatta azt, hogy az ő gyermekeit a mindenható Isten belehelyezi olyan szituációkban, amilyen szituációkban vannak világi emberek. Néha Isten belehelyezi az ő gyermekeit olyan lelki állapotba, amilyen lelki állapotban vannak világi emberek, akik még nem menekültek meg, akik még nem döntöttek Isten mellett. És ez azért teszi Isten, hogy ők átéljék azt az lelki állapotot, és arról ők beszéljenek az élő Isten szava szerint. Emlékszem, hogy egy egyszerű példa, hogy megértsetek, miről van szó. Egy alkalommal karácsonykor erős készítést éreztem arra, hogy élőadást indítsak, és beszéljek azokhoz az emberekhez, akik egyedül vannak, nem tudnak belefolyni ebbe a karácsonyi ünneplésbe, talán lelkileg össze vannak törve, akár az öngyilkosságot fontogatják is. Éreztem, hogy velük hozzuk kell szóljak a Facebookon, a YouTube-on élőadásban. Igen, ám elkövettem azt a hibát, hogy előtte beszéltem néhány barátommal, és abból az állapotból, amilyen állapotba kerültem én Isten által, én kizökkentem. Mert az Úristen nekem megengedte, hogy én kerüljek bele abba a depressziós állapotba, amiben nagyon sok ember van karácsonykor, aki nem tud belefolyni a karácsonyi képmutatásba, a hamis ünnepbe. Tehát az Úristen megengedte, engemet belehelyezett szó szerint abba a depressziós állapotba. Nem engedett el engemet, hanem belehelyezett, hogy én abból az állapotból szóljak az ő szava által olyan személyekhez, akik abban az állapotban vannak. És elkövettem azt a hibát, hogy felhívtam egy barátomat, és beszélgettünk, és kizökkentem abból az állapotból. És csak utána indítottam az élőadást, és már nem tudtam úgy szólni. Tehát hamis volt az, amit mondtam, hazugság volt az, amit mondtam. Ki kellett kapcsolom az élőt, és meg kellett bánjam a bűnömet, hogy én védettem Isten ellen, mert ő engemet behelyezett abba az állapotba, hogy a megtört szívekhez szóljak. Tehát a szívemet nekem is picit, hogy megtört a mindenható Isten. Hogy tudjak azonos frekvencián, mondjam azt, beszélni azokhoz az emberekhez. Kerüljek be abba az állapotba, ahol ők vannak, hogy ne legyen hamis az én beszédem, ne legyen hazug az én beszédem. És mivel, hogy én ezt a hibát elkövettem, ki kellett kapcsolom az élőadást, és megbántam a bűnömet, és utána megbántam a bűnömet, Isten engemet visszahelyezett abba az állapotba. Abba az állapotba, amiben nagyon sokan vannak karácsonykor, akik nem tudnak már ünnepelni, nem hisznek ennek a hazug ünnepnek, akik meg vannak bántva, össze vannak törve, szomorúak is, akár az öngyilkosságot fontolgatják. Visszakerültem abba az állapotba, és utána indítottam az élőadást, és akkor tudtam az ő nyelvüken szólni, és volt is olyan hallgató, aki jelezte, hogy igen, ő ebben az állapotban volt, és áldotta mindenható Istent, hogy hallotta azokat a szavakat. Mert én az evangéliumról beszéltem, az örömhírről beszéltem, de abból az állapotból, amilyen állapotban voltak az öngyilkos jelöltek, a karácsonyi öngyilkos jelöltek emberek. Ez történt. És akkor, hogy értsük meg a lényeget, hogy mi a lényege a megüresedésnek. A megüresedésnek a lényege az, hogyha én engedem, hogy Isten engemet megüresítsen, akkor ő engemet napi rendszerességgel megtölt olyan tartalmakkal, amire éppen szükség van. Tehát lehet, hogy van, mit tudom, egy 30 éves srác Kaliforniában valahol, aki hitt az amerikai államban, kiment ő Amerikába, és egy darabig jól ment neki, élvezte azt a vadnyugati életet, viszont meglátta, belekeveredett, mit tudom, egy olyan baráti társaságba, amely nem volt jó hatással rám, összeomlott az ő élete, drogfüggővé vált, és így tovább, és így tovább, és így tovább, és össze van teljesen törve.
és már fontolgatja az öngyilkosságot, és nem tudja, mit évül legyen, és még az angyalok, az Istennek az angyalai ugye ott vannak mellette, hogy nehogy elkövesse az öngyilkosságot, nehogy bedrogozza magát, és nehogy felakassza magát. Hogy nehogy meghaljon tisztátalan lélekkel, meg nem tisztult lélekkel. És közben mit tesz a mindenható Isten? Azt teszi, hogy az ő gyermekét, valamelyik gyermekét belehelyezi abba az állapotba. Miért, hogy tudja belehelyezni? Úgy, hogy az ő gyermeke engedi magát megüresíteni. És akkor meg tudja csinálni mindenható Isten, hogy valakit belehelyez abba az állapotba, amiben van az az ember, ott Kaliforniában. És az a bizonságtevő Istennek a gyermeke talán fog kapni egy álmot, vagy vissza fog emlékezni arra, hogy mi történt vele 5 évvel ezelőtt, amikor ő is öngyilkosságot próbált elkövetni, és arról fog beszélni, de abból az állapotból, amiben van ez a szerencsétlen, aki ugye, akit becsapott Amerika, becsapott Kalifornia is, éppen fontogatja az öngyilkosságot. Követhető, amit mondok? Úgy gondolom, hogy igen, ezt nincs ahogy nem megérteni. Tehát ahhoz, hogy a mindenható Isten, mert hogy szól a mindenható Isten? Persze tud ő olyan módon is szólni, hogy álom által, vagy angyal által, vagy különböző módon, de az ő számára mi is angyalok vagyunk, hogyha újjászületünk és ragaszkodunk az ő szavához, mi is angyalok vagyunk, és használ minket. És tudjuk jó, hogy Isten testé lett Jézus Krisztusban, tehát hogy testi módon szóljon hozzánk, mert mi a testben rekedtünk meg, mi a testben eltévejettünk labirintusban, a test labirintusában, a testiségben, a földhöz ragadtságban. Tehát ezért a mindenható Isten ma is testi módon szól testi emberekhez, akik a testben meg vannak, el vannak tévejedve, vagy depressziósak, vagy betegek, vagy bármilyen problémájuk van. És itt jön be a megüresedés, hogy Istennek a gyermeke kíván megüresedni, hogy a mindenható Isten megtöltse őt tartalommal. Olyan tartalommal, amilyen tartalomra szüksége van Kaliforniában annak a 30 éves fiatal embernek, akit becsapott Amerika és a hazugságaival, és olyan útra terelt, ami őt viszi nagy sebességgel az öngyilkosság felé. És ez történik, és ezt vettem ma észre a kedves utitársaimon, testvéreimen, akik ugye bizonságot tesznek a YouTube-on, és itt picit meg kell álljak, és el kell mondjam, hogy hatalmas örömömre szolgál, hogy vannak új bizonságtevők is. Nem is igazán bírom követni, mert tényleg akkor nem van időm, hogy azzal foglalkozzak, amit én kapok. De vannak új bizonságtevők, akik gyönyörűséges bizonságot tesznek, és megosztják a YouTube-on, a Facebookon is, és hatalmas szükség van erre. És megmondom őszintén, hogy hatalmas öröm számomra is, hogy vannak újak, akik kívánnak az aratásban dolgozni, jókedvel, és a szőlőben dolgozni. És ma is ezt láthattam, hogy tehát az Úristen így rám mutatott nekem arra, hogy figyelj meg, most ez történik itt és ott, ez történik, hogy az a kicsi barátod, az a kis testvérkét, ő most abba az állapotba került, hogy ő tud beszélni olyan emberekhez, akiket kísért az öngyilkosság gondolata például. Vagy bármilyen más probléma, vagy betegség, vagy félelem, egzisztenciális félelem, vagy bármilyen probléma kísért. És olyan nyelven tud szólni, amilyen nyelvre szüksége van annak az embernek, aki éppen ottan tévelyek valahol, ugye a világ másik végén be van csapva, és meg van tévesztve, és úgy érzi, hogy nincs értelem az életnek. Úgyhogy ha valaki ilyen állapotban találja magát, csak azt akarom mondani, hogy itt is van okod, és van okunk arra, hogy áldjuk a mindenható Istent, mert ezt sem ok nélkül engedi meg a mindenható Isten, mert ebben az állapotban is tud használni minket, mint ahogy engemet karácsonykor használt a mindenható Isten, hogy szóljon olyan emberekhez, akik már nem tudtak hinni ennek az ünnepnek, vagy annak a felszínességnek, képmutatásnak, ami történik a világban, úgy ma is használja az összes gyermekét, főképp, hogyha az ő gyermekei mozdíthatók, mozgathatók. És Tibor nagyon jól mondta azt, hogy nem egyforma az elhívásunk. Tehát tényleg ez nem versenyfutás, tehát nem egymással kell mi versenyezzünk. Az, hogy én ragaszkodom ahhoz, hogy a Krisztus lelke engemet használja,
mondjam azt, hogy saját magammal versenyzek, de semmiképp nem versenyzek mással. Versenyzek úgymond a saját földhöz ragadtságommal, az én testemmel, hogy azt legyőzzem valamiképp, a lélekkel, dolgaival. De én nem kívánok senkivel sem versenyezni. Sőt, örömömre szolgál, ha valakiben látom Isten dicsőségét. Olyan módon megnyilvánulni, hogy ő adja. És igen, Istennél nincs olyan, hogy kevesebb vagy több. Olyan értelemben, hogy arról mi gondolkodunk. Vagy értékesebb, vagy kevésbé értékes, nincs ilyen Istennél. Ezt mi emberi módon, buta emberi módon, testi módon gondoljuk így, de ez valójában nem így van. Tehát nincs olyan, hogy valaki nem tudom én hány embert megtérített Istenhez fordított, akkor neki több piros pontja van Isten, nem így működik ez emberek. Hanem úgy működik, hogy mindenki végezze el azt a munkát, amivel ő meg lehet bízva. Mert itt az aratásban, a szőlőben nagyon sok munkás van, és nem mindenki azt a munkát végzi, amit én végzek. Én, tudjátok, hogy én sokkal inkább kifelé végzem a munkát. Tehát olyan emberekkel szólok, akik még nem hallottak Istenről, akik a szívükben Isten keresők. Én inkább kifelé beszélek. Viszont vannak nekem olyan utitársaim, akik inkább az egyházhoz, a Krisztus testéhez beszélnek, akik engemet építenek. Tehát több olyan munkás van, akik által a mindenható Isten szól hozzám, úgy, hogy nem is tudnak ők róla. És Isten szól, és nem úgy szólnak hozzám, hogy akkor, most akkor, hát úgy gondolom, akkor most én beszólok én Attilának, hogy kioktassam, hogy mit kell csinálni, nem. Hanem egyszerűen lélek által szólnak. Nem agyból, nem testből, hanem lélek által szólnak. Van ilyen. És van olyan, legtöbbször, akik hozzám szóltak, akiket Isten használt, hogy engemet úgymond megigazítson, vagy szembesítsen, vagy megdorgáljon, vagy megvigasztaljon, legtöbben nem is tudtak róla, hogy mit tettek. Nem is tudták ők. Tehát ők nem testből, ők nem agyból próbáltak engemet megigazítani, mert nagyon hamar el tudnak szaladni a lovak. Ezzel a szekérrel is. Hogyha az ember azt gondolja, hogy most akkor az ő dolga az, hogy a kiáltószónak folyton beszólogasson, meg megigazítsa. Tiltalak leskét, viszontlátásra. Viszont vannak olyan utitársak, akiket a mindenható Isten úgy használ, hogy nem is tudnak róla. Egyszerűen ő felveszi a bizonságot, felteszi YouTube-ra vagy a Facebook-ra, engem Isten oda vezet, és engemet tud úgymond formálni az ő bizonsága által. Annélkül, hogy ő tudná, hogy az hol ért célba. Ezért mi nem arra kell fókuszálni, hogy akkor ez vajon hol fog célba érni, és akkor mi lesz ennek az eredménye, hanem a mi örömünk az, hogy elvégezzük azt, amivel megbizattunk. Én sem tudom, hogy miért beszélek. Sokszor én sem tudom, hogy miért, kihez beszélek, és ennek mi lesz a következménye, vagy hol ér célba, és hol nem ér célba. Vagy ha azt én ki ne lássam, akkor megzakkannék. Tehát Isten nekem nem engedi, hogy lássam azt, hogy kiknél ér célba az én beszélek, és hol nem ér célba. Nem az az indokom, hogy azzal foglalkozzak, hogy akkor vajon eljutott el az én beszédem, mint amin Alaszkába, vagy pedig Budapestre. Az én dolgom az, hogyha én kaptam valamit, azt én osszam meg. Ez az én kenyerem máma, ezt kaptam, amit ne adó Istentől, megtöröm. Nem tudom pontosan, kinek van erre a szüksége, de teljesen biztos, hogy aki adta, ő tudja. Elég nekem, hogyha Isten tudja, hogy erre a kenyérre kinek van szüksége. Azért elkaptam azt az álmot, hogy Vietnámban jártam, ugye, és volt az a nap, hogy hívják, kiment az a szó a fejemből, amikor a nap erőst éget, és az emberek el kell bújjanak a nap elő. Mindegy. Ezt kaptam, az igazság az, hogy nem teljesen értem, hogy miért kaptam ezt. De ezt kaptam, felvettem, elmondtam, majd ki fog derülni. Elég nekem, hogyha Isten tudja, hogy azt miért adta nekem azt az álmot. Vagy hogy miért hozta elém azt a személyt. Mert az éjszaka kaptam egy személyt is, akit elém hozott a mindenható Isten, megkerestem, kedvesen rászóltam. Nem igazán értem, hogy pontosan mi a célja Istennek, hogy van-e értelme. A testem folyton bepróbálkozik, hogy nincs értelme, mert őt nem érdekli, de Isten jobban látja, hogy benne milyen munkát végez. Tehát az én dolgom nem az, hogy én folyton felülbíráljam az ő munkáját, az ő elhívását, hogy szerintem így, meg szerintem úgy, szerintem nincs értelme, mert hogyha ezt teszem, akkor én nem vagyok az ő gyermeke. Tehát én nem azért cselekszem azt, amit Isten mond nekem, mert én látom a végét, látom az értelmét. A hit az nem arról szól, én mindent tökéletesen látok, és mindent értek, hanem a hit arról szól, hogy azt mondta nekem az én munkaadóm, az én megbízóm, az én mennyi atyám, hogy ezt csináljam meg, és megcsinálom.
Nem igazán értem, sőt, valamikor negatív visszajelzések vannak, és meg vagyok szomorodva, hogy akkor talán nem volt értelme. De Isten jobban tudja, ő jobban látja, hogy engemet miért küldött oda, és miért kellett azt elmondjam annak az embernek. És ezen, hogy fel is írnám a figyelmet, hogy ügyeljetek, mert a test ilyen, a maga az agy ilyen, hogy folyton bepróbálkozik, és folyton azzal kísért, hogy nincs értelme annak. Hallgassátok meg, főképp, akik ezen az úton vagytok, hallgassátok meg ezt a felvételt, aminek az a címe, hogy Penthouse valami, Penthouse. Mostanapokban történt ez a felvétel, ami arról szól, hogyha az Istenek a szava felmegy az agyba, ott sokat időzik, akkor az agyban lévő gondolatok, emberi gondolatok, úgymond démonok megtámadják azt, és megtörténhet a paráznaság, úgymond Istennel szemben. Tehát, hogy engedem, hogy az emberi testi gondolatok eltérítsenek arról, attól, amit nekem cselekednem kéne. Mennyivel jobb úgy cselekedni, mint a gyermekkorunkban cselekedtünk. Kaptunk valamit, nem gondolkodtunk azon, hogy mit csináljunk akkor, vajon mit fog szólni. Mentünk és csináltuk. Nem volt sem szégyenérzet, nem volt semmi gátlás. Egyszerűen mentünk és megkínáltuk a kollégát is csokoládéval, vagy tudom én, adattuk a játékunkot, meg ilyenek. Akkor nem gondolkodtam, most meg gondolkodunk. De ha folyton ugye felvisszük az agyba azt, amit ad nekünk Isten, akkor azt jelenti, hogy nem az ő gyermekei vagyunk, csak úgy gondoljuk, úgy hiszük, az ő gyermekei vagyunk. Tehát ez jött nekem a megüresedéstől, megüresedés kapcsán, meg arról, hogy mit jelent Isten dicsőíteni. Tehát nem hízelgünk Istennek, emberekkel. Tehát az Isten dicsőítés az nem hízelgés, mert ugye azt mondták, ugye, hogy Ave Cézár, tehát éljen Cézár, éljen ugye Cézár, meg a király, meg a társai. De Isten nem így dicsőítjük, mint egy egoista, önimádó ember, mert ő nem, Isten nem önimádó. Isten az ő teremtményét imádta, az embert, szereti az embert, őt. Isten előbb imádott engemet, mint én őt. Én még mit sem tudtam róla, ő engemet már imádott. És ő már adta az életét értem, hogy én élhessek. És most is adja az életét értem, hogy én élhessek. Tehát úgy dicsőítem őt, hogy én szemlélem őt, az olyan emberekben, akik keresik az igaz, keresik az ő jelenlétét, akik újjá vannak születve. Tehát én látom, gyönyörködöm Istenben, az én atyám fiaiban, az én testvérkéimben. Gyönyörködöm a mindenható Istenben. És ugyanakkor engedem, hogy rajtam keresztül is megnyilvánuljon, hogy én se fosszam meg az én utitársaimat attól, hogy ők láthassák Istennek a dicsőségét én benne. Mert az nem korrekt, az nem helyén való, hogy én folyton látom benned Isten dicsőségét, hogy te engedelmes vagy, és engeded, hogy Isten megnyilvánuljon rajtad keresztül. És én örömködök, hogy milyen jó, és milyen jót mondasz, milyen jót cselekedtél, milyen jól döntöttél. De viszont te nem láthatod benne az ő dicsőségét. Mert hogyha ez így van, hogy te nem láthatod bennem Istennek a dicsőségét, akkor mit tettem én? Megloptalak téged. Megloptalak téged, mert te beadtad a közösbe azt, amit te kaptál, a kenyeret, megosztottad a testvérkéiddel, ugye? A testrészeiddel megosztottad a kenyeret, a mindennapi kenyeret. Viszont egy másik testrésze, egy Attila vagy valaki más, ő úgy gondolta, hogy ő nem kell megossza. Ő nem ossza meg azt, amit fentről kapott. Tehát én megfosztalak téged attól, hogy te csodált Istent én bennem. Hogy gyönyörködj Istennek a dicsőségében, az ő tökéletes akaratában, én benne. És hogyha ez így van, akkor már nem vagyunk testvérek. Mondhatjuk azt, hogy tesó, szevasz, tesó, az Úr áldjon meg ilyeneket, mondhatunk egymásnak, de ez egy üres-üres szavak, üres szólamok. Ez akkor válik tartalommal telített kijelentésé a testvér, amikor én engedem, én dicsőítem Istent, avagy engedem magamon megnyilvánulni a mindenható Istent. És akkor már a testvéred vagyok, mert akkor te bennem látod a mindenható Istennek a dicsőségét, aki általam cselekszik, vagy általam szól, vagy csinál bármit. És fordítva, én is láthatom benned az ő dicsőségét, mert ez a mennyekország, emberek, közöttünk és mi bennünk. Ezt mondja Jézus, hogy mert a mennyekország a ti bennetek, ti köztetek van. Tehát ne figyeljetek arra, hogy akkor mikor fog eljönni, vagy 5 év múlva, 2 év múlva. A mennyekország az ti bennetek van, hogyha újjá vagytok születve.
Ha nem születtek újjá, akkor nem látjátok Isten országát. Nem látjátok a mennyek országát. Tehát mi már most kell lássuk, aki most nem látja a mennyek országát, emberek, miután meghalt vége, már nem fogja látni. Nincs ahol. A poklot azt már igen. De aki már itt nem kezdi látni a mennyek országát, emberek, az odát nincs, ahogy meglássa. Tehát ezért fontos, hogy vágyjunk arra, hogy a mennyek országa rajtunk keresztül megnyilvánuljon. Eszembe jut nekem például egy kedves barátom, rokonom, és hát úgy hiszem, hogy testvérem is ugye az atyában, hogy amikor őt Isten megérintette, és kezdte az ő lelki gyógyítani, azt mondja, nem tudta, hogy miért, azt mondja, mentem haza, és nyitottam ki a hütőt, láttam egy koldust, egy hajléktalant a tömbház mellett, és egyenesen, azt mondja, ilyen soha nem csináltam, mentem fel, nyitottam ki a hütőt, és az ételt tettem be egy ilyen dobozkába, és vittem le, éreztem, ezt kell cselekedje. Na ez Istennek a dicsőítése, emberek. Amikor már hagyjuk, hogy az Isten lelke cselekedjen általunk, és aki minket lát, ahogy mondta Jézus, dicsőíti Istent, azt mondja, te, ez tetszik nekem, ezt én is megkívántam, szeretném megismerni ezt az Istent, aki így dolgozik az ő gyermekei által. És így lehet hirdetni a mennyek országát, hogy engedjük őt megnyilvánulni, úgy, ahogy ő akar megnyilvánulni. És teljesen biztos, drága embertársak, hogy Isten senkitől sem fog többet kérni, mint amit ő megtehet. Hogyha valamire engemet Isten megkér, ahhoz ő adni fog mindent, amire minden eszközt, amire szükségem van ahhoz, hogy megcselekedjem azt, amit kér tőle. Olyant nem fog kérni a mindenható Isten sem tőlem, sem tőled, amit nem tudsz megcselekedni az ő segítségével. Megad ő mindent ahhoz, hogy meg tud cselekedni, amit meg kell cselekedni. Tehát ő nem fog átverni, nem egy gonosz munkaadó, aki kizsákmányolja az ő munkásait, hanem ő bőségesen megfizet. A legjobb fizetést adja mindenható Isten, az örök élet, az ő jelenléte, az ő ereje, az ő dicsőség. Adja mindenkinek, aki őszintén vágyik arra, és éhezi, és szomjazza az ő jelenlétét. Kívánjuk Istent megdicsőíteni, kívánjuk látni egymásban a mindenható Istent, és kívánjuk, hogy ő rajtunk keresztül úgy, ahogy ő akar megnyilvánuljon. Kívánjunk megülesedni, és hogyha azon kaptuk magunkat, hogy nem vagyunk üresek ő előtte, még túl sok a saját elgondolás, a saját elmélet, akkor kívánjuk, hogy a mindenható Isten elvegye azokat, tehát szembesítsen azzal, hogy mi van bennünk, ami elválaszt tőle, és kívánjuk, hogy elvegye azokat az elme életeket, azokat az akadályokat, azokat az elképzeléseket, hamis gondolatokat, amelyek minket elválasztanak tőle. Miért? Hogy ő tudjon zökkenőmentesen rajtunk keresztül megnyilvánulni, mert ez a mennyek országa. Ez a mennyek ország, emberek. És hogyha itt nem kezdődik el, odáig nem fog elkezdődni. Ügyeljetek, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!